Ez a kijelentése az utópiák kategóriájába tartozott, de hogy szegény atyám mondta mindig, némileg a rendszerre is utalva, hogy az utópiák megvalósításától őrizkedjünk, de ne mondjunk le róla. Én biztos voltam benne, hogy semmi más szándék nem vezérli, mint hogy a szemközti különlegességét cukrászdában eltöltsön egy órácskát. Annak idején én is sokat jártam vele oda. Hát én kérem, nem kettes nevelésben részesültem, hogy máskülött otthon mondani, és mást az iskolában, én legalább hatosban, mert máskülött anyámnak, máskülött nagyanyámnak, máskülött a keresztapámnak, főleg. Úgyhogy mentünk faterral a különlegességi cukrászdába, a borra való zárójelbetételével állva fogyasztás természetesen, de a kasszánál atyám egy dupla kávét és egy nagy burgonyát kért, majd rám pillantott, de ne mondd anyádnak. És én természetesen, hát ezzel úgy gondoltam, hogy be vagyok avatva a férfi társadalomba, és mint egy cinkosává váltam az én imádott apámnak, én kaptam egy málna szörpöt és egy kis burgonyát. Az volt akkor, amint ma a burgonya, mert ma egy méretű generál burgonya van, ha van. Kerek asztal volt, két szintes, én alul küzdöttem, az apám aktatáskája és a kalapja között, próbáltam, ugye, de gyereknek nem olyan könnyű azt a burgonyát elvágni. És akkor időként felpillantottam, atyámnak volt egy fantasztikus produkciója, amikor 45 végén hazajött a néhány hónapnyi székesfehérvári orosz gyűjtőtáborban való üdülésből, nagyon jól megúszta, tegyük hozzá, akkor felvette a Takarékpénztárok és Bankok Egyesületénél másfél évi fizetését, elhaladt a Zserbó cukrászdába, vásárolt 46 darab minyont, amelyet ott a helyszínen elfogyasztott. Hogy ezt hogy élte túl, ez belgyógyászati rejtély. De a 46 minyonra kérem szépen tanúk vannak. Az megvan, ugye, hogy Szergej Szergejevics hazajön a gulágról, 24 évi kényszermunka után 1564 rubel 51 kopek fizetéssel berombol a kaszinóba, rárakja az egészet a pirosra, és elveszti. Majd ennyit mond. Easy come, easy go. Könnyen jött, könnyen ment. Hát apám is valahogy így volt ezzel a krumpli minyonnal. Na hát a fentiekből deriválható, hogy neki a krumpli minyon fogyasztásban meglehetős rutinja volt. Ő meg tudta azt csinálni, hogy egyszerre helyezte el eme édes árut szájüregében, majd elkiáltotta magát, hogy most mond, hogy pfaff! Mondhatott volna egy másik varrógép márkát is, mondjuk a Zingert, de attól nem szállt volna a kakaópor így titokzatosan, és én csodáltam apámat, hogy hogy hordhat ilyen embert a föld a hátán. Úgy nézett ki, kérem, hogy ott a mosatlan ablakok ugye tele volt cigizve az egész helyiség, mint Andrzej Vajda Hamu és Gyémánt című filmének záró jelenet. 56 után a svájci rokonoktól, miután látták a kinti sajtóban, hogy barrikádok a Pesti utcán, kaptunk kettő pár bilgerli csizmát, és egy pár úgynevezett gojzer varrott, tehát kézzel varrott rettenetes bakkancsot két kával. Hát ez a hova megy vikendre két kával? Nem is a feleségemmel. Na. Hát apám egyetlen egyszer fölvette a perzsa szőnyegen ezt a bilgerli csizmát. Úgy nézett ki benne, mint Jávor Pál, amikor intézőt alakít. Hozzátéve, hogy atyámnak vigyázállásban is át lehetett lőni a lába között egy ötös focit. Hát ő ezt egész egyszerűen huszárosnak nevezte, úgyhogy ezt a csizmát nem is nagyon használtuk, ezt elküldtük nagybátyámnak, aki török koppányban működött, mint nőorvos és bába. Annyira kicsi volt a körzet, apám mindig zrikálta, aztán nőorvos és bába. Na, ő ezeket ott jól elhasználta, de ezt a bizonyos bakancsot az öreg időnként föllette. Ez történt most is. Magára senderítette amerikai tiszti ballonját, hogy hogy tudta börtönbüntetés nélkül ebbe átzsesszelni az 50-es éveket, ezt a mai napig nem értem. Ezt tetszett neki, mert valami becidzálaszható bélés volt benne, meg jó zsebek, meg minden. Latyakos idő volt. Öreg elcsattog a rettenetes Bergsteigereken. Anyám magára zárja a labort. Ilyenkor már a húsvágó bárdok és a kukta fazek, akik álltak a levegőbe. Egy óra múlva szólít anyám. Hely, mondom, hát lehet krémet tunkolni meg.
tészta nyesedéket enni, mentem én örömmel, nem kellett kétszer mondani. Anyám kinyitja a sütőt, kihúzza a tepsit. Hát az olyan volt, mint egy Betlehem. Csak nem egy kis Jézus volt benne, rögtön négy. Két mákos kis Jézus, két diós kis Jézus. Isteni illat. Nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy itt a beltartalommal nem lehet probléma, és lásd csodát, ez alkalommal anyám szinte repedésmentes felületet produkál. Kifürkészhetetlen kategorikus imperatívusztól vezérelve, egy hirtelen mozdulattal kiemelte a tepsit, és hűlni tette a konyhakőre, miután máshol nem volt hely, hiszen mindenütt különböző állatok vívták haláltúsájukat, ő pedig már a még meleg sütőbe, abból a lendületből helyezte be az ördögi sóst. Egy óra múlva csöngetnek. Atyám áll az ajtóban. S láss csodát! Szerzett narancsot. Megemelte a stanitzlit, mint a pap az oltári szentséget, benne a másfél kilónyi narancssal, és az idvezültek mosolyával megindult a konyhán keresztül átlós irányban, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogy a spájzban helyesen éléskamra nehezen beszerzett narancs porcióját biztonságba helyezze. Kérem szépen, ami ezután történt, arról esztendőkig nem beszéltünk. Ez a kis konyhai intermezzo besorolódott a legnagyobb családi traumák paradigmájába, kezdve az erdélyi meneküléstől, az ostromon, a hadifogságon és a kitelepítésen át 56-ig. Ahogy a németek is 1970 körül kezdtek foglalkozni a náci múlttal, ezt hívják németül úgy, hogy Die Bewältigung der Vergangenheit, évek múlva lehetett ezt a kérdést egyáltalában megpendíteni, hogy mi is történt azon a december 23-án a Népköztársaság korábban, Magyar Ifjúság még korábban, Sztálin még korábban, Andrássy még korábban, Sugár út 79, harmadik emelet 24 per Béla bérleményében. Egy távoli rokonunk, Peri és Géza bácsi is bevonódott, ő kiváló hadtörténész, mindannak feldolgozásába, ami a konyhában megesett. Részben az ő szaktanácsai, részben szüleim rendkívül balladisztikus elbeszélései alapján a történteket nagyjából a következő képre konstruálhatjuk. Apám katonaviselt ember volt, pontosan tudtam, hogy a gyalogsági lépés 72 cm. A tepsi viszont 60. De azt kell mondjam, atyám kihozta a jelenetből a maximumot. Vélhetőleg tehát 44-es jól bordázott, kézzel varrott Bergsteigerével az öreg dinamikusan beleléphetett a 60x40-es tepsi bal sarkába. Ekkor nyilvánvalóan érezte úgy is, mint kitűnő sportember, hogy instabillá vált a pozíció, hasonlóan, mint amikor a síléccel tehén lepényre tévedsz, tehát haladéktalanul stabilizálni kívánta ő a helyzetet, amennyiben, mint fegyelmezett sportsman, az óbudai téglagyár másodosztályú gyephoki csapatának örök tartaléka haladéktalanul mellé zárt. Hát kérem, ebből el lehet képzelni, hogyha kettő darab 44-es bakancs tartózkodik egy 60x40-es tepsiben,
akkor ott vagy, mekkora terület maradt megdolgozatlanul. Apám érezte, hogy ebből poénnal nem fog kijönni. Anyám, mint ilyen helyzetekben oly gyakran, fütyülni kezdte az Aida győzelmi indulóját, és elővette a fiókból a kést. Minden családban van egy kés, amivel vágni lehet, amivel apád az autóját buzerálja, meg a csizmáját takarítja. Nálunk is volt egy ilyen kés, lökés. Ez volt az úgynevezett svédkés. Ezt anyám elővette, és egy félbetört ágyújegyű kaszakővel, laza csukló mozdulatok közepette, fenni kezdte, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogyha a kés élessége eléri a megfelelő szintet. Ő egy könnyű metszést ejt édesapám nyaki verőerén, és ebben pontot tesz, mint egy rövid, de boldogtalan házasságukra. Apám tisztában volt a deliktum súlyával. A történtek után ő sem akar többé élni. Izsákként próbált észrevétlen maradni, de várta a halált. Valahogy kínjában, vagy talán a helyzetet mentendő, most is előttem van, egy picit így megtámaszkodott a szenes ládán, és a bordák közül, a bakancs talpából megpróbálta így mutató ujjal valahogy a drága töltelék egy részét legalább megmenteni. Ez azonban csak olaj volt a tűzre. Ez nemhogy nem csillapította, ellenkezőleg fokozta anyám harci kedvét.